Bende Sándor vagyok, 47 éves, nős, egy kislány édesapja, jogász és technikusként dolgozom. Van egy magánvállalkozásom is, és Hargita megyében a parlamenti képviselői listán szeretnék indulni egy mandátumért. A parlamenti munka az azt a törvényhozást, a törvénymódosítást jelenti. Ebben szeretnék részt venni, hiszen rengeteg olyan törvény van, amit meg kellene módosítani, át kellene alakítani. Nemzeti szimbólumjaikat szabályozó törvényeket egy kicsit egyértelművé kell tenni. Az erdélyi emberek jövője rajtunk múlik, rajtunk politikusokon, rajtunk az embereken, a fiatalokon, hogy mennyire szeretnének itthon maradni, mennyire tudnak itthon maradni. Ehhez infrastruktúrára van szükségen, utakra és nem utolsó soron autópályákra nagyon-nagyon szükségünk van. Számomra Erdély otthont jelent, mivel hogy itt születtem, nem tudom elképzelni máshol az életemet. Ha csak arra gondolok, hogy az a sok ásványvíz, ami saját magától kibudjon a területemen, a környékemen, hogyha arra gondolok, hogy az a sok friss, az a jó friss levegő a fenyvesek aljában, én ezekkel együtt vagyok, és ezek nélkül talán nem vagyok én.